A szövetség a közös célokért a Rimaszombati Kastélypanzióban adta át az idei Pogány Erzsébet díjat. A díjazott Győri Margit a Dunaszerdahelyi székhelyű Femit Polgári Társulás elnöke lett. Az elismerést olyan személynek adományozzák, aki legalább 10 éve önzetlenül, szorgalmas munkával gazdagítja és építi a magyar közösséget. Győri Margit és a társulás a csallóközi és mátyusföldi fiatalok, hátrányos helyzetű családok megsegítésével foglalkozik. A Femit segíti a magyar és más kisebbségek gyermekeinek és ifjúságának eligazodását a társadalmi életben, valamint támogatja az egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű személyeket a kommunikációs és szociális akadályok leküzdésében. A Becker Műhely Körforgás 4 évszak című mozgásszínházi gyermek előadásának helyszíne az NFG klub volt, ahol a nagy érteklődés miatt kétszer is megvalósult az esemény. A gyerekek egy macska kalandjai révén nyerhettek bepillantást a természet örök körforgásába. Láthatták az évszakok, ezzel együtt a természet változását, és azt is, hogy ez milyen hatással van az állatokra. Az előadás a természet körforgása mellett az ember jelenlétére is ráirányította a figyelmet. A darab két szereplője Benestar Csilla és Csenki Nikoletta volt. A Becker Műhely 10 éve tartó tevékenységével a színházi nevelés műfajának meghonosítását tartja szem előtt. A Galeri Novában legutóbb Rácz René képzőművész kiállítását nyitották meg. A dunaszerdahelyi születésű Renét édesapja Rácz László vezette be a festészet világába. Az ismert festőművész már gyermekkorában felfedezte fia kézügyességét. Korosztályos versenyekre nevezte be, amelyeken nagyszerű eredményeket ért el. Ekkoriban sajátította el a különféle művészeti technikákat. Hosszabb szünet után kezdett újra alkotni, és hamar rátalált saját stílusára, az absztraktra. A képzőművész munkáival szeretné közelebb hozni a színpompás világot, amely jól ábrázolja a 21. századot, mivel a világ fejlődésével az emberek fantáziája és ízlése is változik. A tárlat december 6-áig látogatható. Dunaszerdahelyen november 18-án 4. alkalommal rendeztek akrobatikus rock'n'roll versenyt, amelynek helyszíne a Városi Sportcsarnok volt. A rendezvénynek több mint 300 szlovákiai, magyarországi, lengyelországi, ausztriai és olaszországi résztvevője volt. Délben kezdődött a selejtező, este pedig a döntőre és a gálaestre került sor. A Wood Processing Cup 23 elnevezésű viadalon a házigazda a Sportus Nami Klub az erős és népes mezőnyben remekül helytált. 5 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szerezve a sportesemény legeredményesebb klubjának bizonyult. A versenyt magas színvonal és jó hangulat jellemezte.